Sziasztok, Anita vagyok, és ez itt az Idióta Facebook ötletek sorozatom már 7. része. Mai részben is kizárólag kuriózumokat és gyöngycemeket hoztam, tartsatok velem! Ha még nem láttátok az előző részeket, akkor ide kattintva megnézhetitek, ha pedig szeretnétek még további részeket, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, és ha eléri ez a videóm az 5000 lájkot, akkor ezt jelnek veszem, és folytatom ezt a sorozatomat. Ebben a részben az első ötlet egy vízálló öngyújtó lesz, ezt pedig a következő képpen készíthetitek el. Az öngyújtó fejét egy ragasztó pisztoly segítségével vonjátok be ragasztóval. Várjátok meg, amíg megköt, és készen is vagytok. Az volt nekem csak az egyetlen problémám, hogy utána ezt nem tudtam eltávolítani az öngyújtóról, de az eredeti videóban ezt el lehetett távolítani, és akkor készen volt a vízálló öngyújtótok. Az lenne a kérdésem, és várom ezzel kapcsolatban válaszaitokat, kommentjeiteket ide a videó alá, hogy írjatok nekem olyan szituációkat, amikor ezt a vízálló öngyújtót tudjátok használni. Hogyha el tudtam volna készíteni jól, tehát írjatok nekem ötleteket, hogy milyen élethelyzetekben van ilyenre szükségünk. Nálam ez az ötlet a csacsisági skálán 10-ből 8 pontot kapott. A második ötlet egy szuper masszírozó elkészítése pingponglabdából és egy drótváfából. A drótváfát vág ketté, és alakíts ki belőle a masszírozó fejét. Nekem bevallom, már a drótváfa kettévágása is nagyon nehezen ment, csípőfogóval nem boldogultam vele, és utána pedig jött a fűrészlap, és azzal is nagyon sokáig bajlottam, mire végre sikerült. Ezért nem is tudtam tökéletesen az eredeti videónak megfelelően kialakítani ezt a masszírozót, de a funkcióját még így is ellátta. A pingponglabdának a felületére ragasztó pisztolyból masszírozó kis göböket kellett kialakítani, szóval végigmentem és bepöttyöztem mindhárom pingponglabdámat. Majd egy kézi furdancs segítségével átszúrtam a labdákat, és felfűztem őket a drótpárfára. Nekem az a tapasztalatom a pingponglabdákkal, hogy egy pici nyomást kapnak, már tönkre mennek, hát majd meglátjuk. Minden esetre én nem jóslok nagy jövőt neki, ezért a csacsisági skálámon 10-ből 8 pontot kapott az ötlet. Az utolsó és legizgalmasabb ötlet pedig egy szívószálakból elkészíthető kézi markoló. Igen, jól hallottátok, egy kézi markolót fogunk most elkészíteni, és jól figyeljetek, mert ez az első ötlet, ami elérte a csacsisági skálámon a 10-ből 10 pontot. Nagyon-nagyon jó ötlet, baromi jól néz ki. A funkciójára nehezen használható, de néztük is, hogy kell elkészíteni. Fogsz 5 darab szívószálat, és mindegyiket két-két helyen félalakú bemetszéssel kivágod. Ezeken keresztül fűzöd egy-egy vékony, de erős madzagot, és a végeiken rögzíted a madzagot egy ragasztószalag segítségével. Összeragasztod, és csomót kötsz a madzagok végére. Így kész is van a hiper-szuper szívószálas kézi markolót, amit elvileg szemétfelszedésre használhatsz. Nekem erre teljesen alkalmatlan volt, viszont árnyjátékozni például remekül lehetne vele. Az árnyjátékozáson kívül, ha van még ötletetek, írjátok meg nekem, hogy mire használnátok ezt a csodaszerszámot. Ha tetszett a videóm, és szeretnétek folytatást ennek az Idióta Facebook ötletek sorozatomnak, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal, hiszen ha eléri ez a videó az 5000 lájkot, akkor fogom folytatni ezt a sorozatot. Iratkozzatok fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le a további kreatív inspirációkról sem. Ha pedig ennivaló ötletekre vágytok, akkor ide kattintva látogassatok el Gasztró csatornámra, hiszen ott izgalmas ötleteket osztok meg veletek, amiket a konyhában készíthettek el. Sziasztok, szép kreatív napot!